nagyon jó érzés volt végre bemutatkozni a felnőtt csapatban, még így is, hogy kupameccsen, és így is, hogy egy bő 25 percet kaptam a mestertől, de nagyon boldog vagyok, hogy megszavazta nekem a bizalmat, és remélem, hogy tudtam vele élni. Mennyire nehéz kapus szemmel egy ilyen mérkőzés, hiszen nem sok dolgod volt a meccs folyamán, viszont a végén elég nagyot kellett védened az egyik lövésnél. Hát úgy gondolom, hogy egy kapusnak ez a legnehezebb, amikor tulajdonképpen semmi dolga nincsen, és aztán egyszer csak védenie kell egyet. Szerintem tényleg ez a legnehezebb, mert akkor nehéz fenntartani a koncentrációt, ugye, mint más meccseken például, hogyha folyamatosan teher alatt van a kapu. Úgyhogy szerintem én úgy gondolom, hogy ez a legnehezebb, így a legnehezebb beszállni.